Részlet Szent János evangéliumából. Aki felülről jön, fölötte van mindenkinek. Aki a földről való, az földi, és a földről beszél. Aki a mennyből jön, feljebb való mindenkinél. Arról tanúskodik, amit látott és hallott, de a tanúságát senki sem fogadja el. Aki elfogadja tanúságát, az igazolja, hogy Isten igazmondó. Mert akit Isten küldött, az az Isten igéit mondja, ő ugyanis a lelket mérték nélkül adja. Az Atya szereti a fiút, és mindent az ő kezébe adott. Aki a fiúban hisz, annak örök élete van, aki pedig nem hisz a fiúban, nem látja meg az életet, hanem Isten haragja marad rajta. Az evangéliumi szakasz hallatán, húsvét fényében megkérdezzük magunktól, kik vagyunk valójában? Mennyei értékekről, vagy földi dolgokról, földhöz tapadt kincsekről tanúskodó emberek? Tényleg ez a kérdés mivé formált, mivé tett bennünket húsvét? Nagyon könnyen érzékelhetjük a mindennapi életben és a mindennapi élet párbeszédeiben a kettő közötti különbséget, amikor ráébredünk húsvét fényében az igazi és mélyebb értékvilágra, ami szintén a Szentlélektől való az életünkben, vagy pedig, minthogyha néha keresnénk a kikapcsolódást magából a bennünket felemelő lelki életből is. Amikor néha lelkipásztorként híveim figyelmét felhívom arra, hogy valóban az igényesebb kikapcsolódást, az igényesebb szórakozást, érdeklődést próbáljuk keresni, és valóban megpróbáljuk kerülni azt a felszínességet, amely bennünket is tompít, sőt, a lélek életét visszaveti. Nagyon sokszor ez a kifogás hangzik el, hát nekem is lehet egy kis kikapcsolódásom. Szükség van néha egy kis lazításra is, és így tovább, és így tovább, és észre sem vesszük, hogy ebben a nagyon ártatlan kis kikapcsolódásban, lazításban esetleg jelen van az ízléstelenség, jelen van burkoltan az erkölcstelenség, vagy legalábbis néhány olyan motívum, amely erre ind, erre késztet bennünket. Kedves testvérek, pontosan ezért kellene tudnunk megjegyezni, hogy ahogy közelítünk Istenhez, ennek a távlatai ott vannak az életünkben, hogy például megértsük a liturgia nyelvét, nyelvezetét, színvilágát, ízlésvilágát, és ezáltal mélyebben megérhessük azt az üzenetet, amellyel a liturgia szeretné átéltetni velünk mindazt, amit hordoz, valóságosan, ám rejtett módon. Miért is? Mert a liturgia a Szentlélek művészete. Egy olyan szín és motívumvilággal és egy olyan nyelvezettel, amelyet nem a könnyed és felszínes kikapcsolódás fog elősegíteni, hogy ezek által jobban elmélyedjünk Isten titkaiban, hanem éppen például a klasszikus keresztény kultúra, amelyen keresztül szintén a Szentlélek nyilvánul meg. Amint ezen eltűnődünk, érzékelhetjük azt is, hogy két hibaforrás léphet az életünkbe elő. Az egyik hibaforrás, amely felszínre törhet, pontosan az a silány ízlésvilág, pontosan az a silány érdeklődési szint, amely, ahogy kitesszük a lábunkat a templomból, úrrá lesz rajtunk, és utána a környezetünk, az egész mentalitásunk, felfogásunk valami olyan messzeségbe kerül attól, amit a templom falai közt kaptunk, amit a Szentírás lapjairól kapunk, hogy szinte nem is értjük, hogyan lehet egy emberben jelen két ilyenfajta szélsőség. A másik hibaforrás pedig magán a vallási életen belül a gyors lelki sikerre való törekvés és ezáltal felsiklás arra a felszínre, amely félrevezet bennünket. Ez lehet egyfajta gicset kereső vallásosság, lehet egyfajta olyan gyors lelki értékekre és nagy és látványos lelki értékekre való törekvés, amely meghazudtolja azt, amit Isten adni akar és ahogyan adni akarja, aki tiszteletben tartja az emberben az összes érési folyamatot, hiszen ő ismeri az igazi természetünket. Húsvét fényében átérezzük azt is, hogy a Szentlélek valóban adott nekünk Bibliát, adott nekünk szent hagyományt, adott nekünk szoros értelemben vett kinyilatkoztatást, ugyanakkor adott géniuszokat, alkotókat,
olyan zseniket, művészeket, tudósokat, akik az igazság feltárása során, bár lehetséges, hogy olykor földi dolgokról beszélnek, de azzal a szellemi erőfeszítéssel és lelki elmélyültséggel, amelyek mégiscsak mindig közelebb visznek bennünket a lelki, a mennyei dolgokhoz, mert hiszen az ő tevékenységük a kultúra terén a lelki dolgok holdudvarát képezik. Egy példát szeretnék erre elmondani. A természetben a szépség tudatos értelmét kereső Babits, mindannyiunk által ismert Esti kérdés című versében így fogalmazza meg ártatlan kérdéseit, kimondatlanul hagyva a szépség forrását, hogy mi mit mondjunk ki önmagunkban. Emlékektől terhes fejedet a márványföldnek elcsüggesztheted, csupa szépség közt, és gyönyörben járván mégiscsak arra fogsz gondolni gyáván, ez a sok szépség mind mire való. Mégiscsak arra fogsz gondolni árván, minek a sejmes víz, a tarka márvány, minek az est, e szárnyas takaró. Miért a dombok és miért a lombok s a tenger, melyben nem vett magvető? Minek az árok, minek az apályok s a felhők, a bús danajda lányok s a nap, ez égő sziszifuszi kő. Olvasva és megértve ezeket a sorokat, ráébredünk arra, hogy húsvét fényében az életünk is más fordulatot vesz. Az ízlésvilágunk, az igényszintünk elmélyültebbé válik, a komolyabb mélységeket keresi azért, hogy ezek által is közelebb kerülhessünk Krisztus igazi misztériumához.